A kispályás labdarúgó mérkőzés közvetítését a Masterplus támogatja. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, az Albaliga negyedik fordulójának egyik érdekesnek ígérkező mérkőzése következik. Halász István operatőr kollégámmal követhetjük nyomon itt a találkozót a Phoenix FC sportcsarnokában, Német Zoltánt hallják. Sárga kékben a Fehérvárspad, piros mezben, fekete nadrágban pedig a Fortrans együttese. Mind a két csapat felemásan kezdte a bajnokságot itt az Alba Ligát, úgyhogy nézzük a negyedik kör keretében majd mire mennek egymással. Nézzük az összeállításokat. A Fehérvárs Pednél 1-essel Szabó Lajos, 3-assal Németh László, 4-essel Kovács Dávid, 6-ossal Horváth 2 Attila, 7-essel Horváth Tamás, 8-assal Orosz Attila, 9-essel Szelecki Béla, 10-essel Tőke Róbert, 12-essel Mezei László, 13-assal Deres József, 14-essel Fekete István és 15-essel Horváth egy Attila, tehát négy kisebb horvát válogatott, hiszen két horvát nevű játékos is szerepel a Fehérvárs Pednél, ami az ellenfelet, a Fortrans gárdáját illeti egy szabadrúgás közben. A 14-es számú Szabó Ferenccel szemben szabálytalankodtak, 12-essel László Attila, 8-assal Dömsödi Csaba, 10-essel Vég Tamás, 11-essel Bendek Ernő, 15-ösel Novák Árpád, 18-essel Szabó Máté és 11-essel Pőce Szabolcs a pirosmezeseknél végtette tovább a labdát, majd várná vissza és kapja is meg azt. A bepassz nem volt jó. Szabó Máténak kell hátra tenni a kapus felé. Egyelőre mondhatni tapogatózó a játék. Ami a két csapat eddigi szereplését illeti, egy jó csel közben, na majd erre visszatérünk, mert itt lövés lesz, az biztos, de mellé megy. Szóval ami a két csapat eddigi szereplését illeti, ugye 11 csapat alkotja itt az Albaliga első osztályát, így mindig van egy-egy szabadnapos, nos egy szabad napon már túl is van a Fehérvárspad együttese, ők egy győzelemmel és egy vereséggel állnak jelen pillanatban, a harmadik körben voltak pihenősök, a nyitókörben a Sárépszer Kft. Ellen nyertek 4-2-re, majd a második fordulóban a Bárdogos Gréco Petroltól kaptak ki 5-4-re. Ami az ellenfelet illeti, a Fortrans egyelőre minden három meccsén túl van, tehát ő még nem pihent, nem volt pihenős hete. Az első meccsén 6-2-re kikapott a Gárda a Bajron homeopátiától, aztán a második fordulóban Sárépszert nagyon kitömték, az eredmény ott 8-3 lett, a harmadik fordulóban pedig a Bárdogos Gréco Petrollal egy 4-4-es döntetlent játszottak. Így jelenállás szerint a Fortrans az ötödik, 4 ponttal, 14-13-as gólkülönbséggel. Míg az ellenfél... Nem volt gól, ugyanis visszajött a palánkról, így hiába talált be, végérvénytelen volt a találat. Nem volt rossz elképzelés. Marad a 0-0. Pőce Szabolcs előtt volt a nagyobb lehetőség, ő lőtt el keresztbe végül. Szóval pedig a Fehérvárs Pedet illeti, az ötödik Fortrans mögött egy ponttal lemaradva, 3 ponttal, 8-7-es gólkülönbséggel, 8. a csapat. Ez a lövés fölé száll. Mert itt még nagyon sűrű a mező, ugye a listavezető Döcösnek 7 pontja van. 6 ponttal követi a Pelszotul, a Bojron és a Ring BMP. 4 pontos a Fortrans és a Bádogos, 3 pontos a Pasakebab, a Fehérvárs Ped és a Sárépszer, egy pontja van a Masterplusznak, és 0 ponttal áll egyenlőre az Alba Csavar, amely 3 meccsen mindössze 1 gólt lőtt eddig, úgyhogy nekik mindenképpen javulniuk kell majd. De itt még nincsenek nagy távolságuk a csapatok között egyenlőre. A lövőhelyzet megint megvan, másodszor próbálkozhatott a pirosak 5-ös számú játékos a Novák Árpád. Az előbb az első lövése mellé ment, a második most már elment a kapuig, úgyhogy kellett védenie a kapusnak. Az ellen támadásnál, az sem volt ám rossz lövés. És hozzá is ért a kapus, úgyhogy szöglet. A Fortransnál Pőce 4 gólos, Szabó Ferenc 5 gólos, tehát azért vannak jó gólvágók. Mehet tovább, nincs büntető, kezezést reklamáltak volna a sárga mezesek. A csel jó, Novák vissza, addig szép az összjáték, viszont figyelnek a sárgák is. Tisztázott Horváth 2 Attila, Szabó elől. De ha már azt mondtam, hogy a horvátok csapata az egyik oldal, akkor a másik oldal, miközben még nincs kint a labda a fejes után. Szóval akkor a másik oldal a Szabók csapata, itt pedig 2-1-ben lehetne menni, viszont közben visszazár Vég Tamás,
elhozza a labdát, és olyan jól megoldja, hogy indítás is lesz belőle. Novák. Most ráfordulhat, és be is akad az első gól, akkor, amikor az 5. percben járunk a meccsen, 1-0-ra vezet a Fortrans, a gólszerző Novák Árpád 15-össel. Abból a szempontból várható volt úgymond ez a gól, hogy azért a lövések száma eddig mindenképpen a Fortransnak kedvezett. Ők voltak azok, akik hát egy icipicit talán többet kezdeményeztek, mondhatjuk ezt talán. Bendek Ernő készül a kirúgásra, ez meg is történik, picit hosszú lett. Nem tettem a gólvágóknál Pőcét és Szabót 5, illetve 4 góllal, a Fehérvár Spednél Szelecki Béla az, aki eddig rúgott 4 gólt. Lesz lövés egyelőre, nem? Az viszont labdaszerzés megvan, a gólszerző Novák, igaz, el is veszíti rögtön. Éles szögből nem volt az rossz. Horváth Tamás tűzte rá eléggé kiszorított pozícióban. De ha sikerül eltalálni? Szokták mondani, de ha bejön? Megpattan. Ez sarokrúgás lesz. Jól is van érkező, Pőce jött. A pörgetés nem sikerült. Marad az 1-0, a Fortrans a vezet egyelőre, Novák találatával. A 7. percben járunk, Vég volt az, aki felrúgta, egész a tetőig. Kellett a kapus. Dobás lesz. Na, nem sikerül felszabadítani, ez a kapusé lesz, haza is kísérik, össze is szedi. Novák Árpádnak egyébként ez volt a második gólja a szezonban. Most egy kicsit beleerősített a sárgamezes alakulat, kell is, hiszen hátrányban vannak. Vissza is hozzák a labdát egészen a kapusig. Szabó Máté állt bele a kapus próbálkozásába. Szabó Lajos is próbálta belőni a kapu elé, hát ha még valaki bele tud piszkálni úgy, hogy abból legyen egy gól. Cserélnek közben a sárgák. Németh László az új ember 3-assal. Tőke Robertet váltotta. Pőce tette vissza. Kicsit veszélyesnek tűnt ez a visszapasszolt labda. Vég azért összeszedi és megmenti, de már kint van. Továbbra is 1-0 Fortransnak. 9. perc. Pőcét előzték meg, dobás lesz. Horváth 2, Attila volt az, aki kibólintotta a Hóri Horgas támadó labdát. Szabó. Pőce. Na, ott most merre? Egész jól oldják meg. Novák gyűjti össze, hagyja lövésre. Belsővel ment a hosszú felső sarok felé. Véglövése. Nem volt teljesen pontos.
Jó volt a csel, és ezzel 3-2-ben lehet menni Pőce. Nem volt jó a passz. Több volt ebben, mint amit kihoztak belőle a pirosak. De még itt a bedobásnál kozmetikázhatnak, javíthatnak. Szabó. De pattan. Végig elől fejelték el egyébként. Végpedig már hátul takarít. Pőce piszkált oda. Horváth kettő előre. Labda átétele lakadtak gondok. Elpattant elég szépen Orosz Attilától. Szabó. Szabó Ferenc. Pőce. Telibe. Az ellenfelet. Marad a pirosaknál, dobás lesz. Nem, rúgás. Sarok tehát, szöglet. Szabó Máté. Ott van még. Pőce át, hosszúra. Sikerül elpöckölni, ezzel viszont le lehet fordulni. 3-2-ben. Kár volt érte. Ebben megint csak több volt. Csere is. Látogatóknál, itt vendégeknél. Hát igen, most itt házigazdaként a Fortress lett beírva. Szóval cseréltek is. 15-össel Horváth egy Attila jött le. És 9-essel jött a helyére Szelecki. Szabó Máté nem volt kint, de a labda bent tartására, tehát erőfeszítések végül nem hoztak olyan szempontból eredményt, hogy ugye nem ment ki a labda, de a pirosak élet végül. A 9-es egyébként az a Szelecki jött most a Fejvás Pethez, aki 4 góllal ott van a góllövőlista élmezőnyében. Két meccsen 4 gól, nem rossz teljesítmény, ugye a Fejvás Pethnek ez még csak a harmadik meccse. De ma egyelőre nagyon kevés veszélyt jelentenek a kapura, hát eddig viszont szépen mennek. Van belépő ember, az lövőhelyzet, lepattan Pőcéről. Ott van még üres a kapu, és visszaért a kapus. Ez nagy helyzet volt. Szép volt a keresztpassz, a hosszú oldalon meg is találta Horváth Tamást, de kapcsolt Bendek, és összeszedte, mentett egyet. Vég. Novák. Novák Árpád, Pőce indul a hosszún, de Novák Árpád viszi, hagyja. Pőce neki. Szép támadás lett volna. Az is volt effektíve. Szépen gurult a labda. Tizenhárom perccel játszanak. A csapatok 1-0-ra vezet egyelőre a Fort Runs. Ott van még, nem szabadult fel egyelőre a Fejvárspet kapuja. Pőce nem lövi el egyből. Megcélozza a hosszút, nem is volt az rossz. Cserék mind a két oldalon, az új emberek, a sárgáknak 14-essel Fekete István. Pirosaknál pedig jött 12-essel László Attila, illetve, ha jól látom, akkor 8-assal Dömsödi Csaba. Így van. Továbbra is megy a góllövés a sárgáknak. Vég. Nem került kellemes helyzetbe, de megoldja. Régóta kispályázik még a régi kispálya című műsorunkból emlékezhetnek a Maraton sportcsapatára, annak volt egyik oszlopos tagja. Vég. Szabó Lajos keresett játszótársat, meg is találta Szelecki személyében. Szelecki ballal megpattan és veszélyesen is csapódott, szöglet lett. Ezek a visszatett
lövők egyelőre nem nagyon jönnek össze. Ez a kapusik hátra. Ez pedig így már veszélytelen. Csak a palánkban tesz maximum kárt. Az ötödik percben esett egy Novák Árpád gól, és ezzel vezet egy előre a Fort France 1-0-ra. Ez bizony azért a helyzeteket tekintve most már a sárgák is feljöttek, de ennek ellenére nem tudtak betalálni. A lövéseik nem túl pontosak. Egy igazán nagy helyzetük volt, azt védte Béndek, igaz, azért a gólon kívül a másik oldal sem okozott túl sok zavart eddig. Szépen gurigázzák ki most a sárgák. A csúsztatás, na ez kiről ment ki? Én dobhat a Fortrans, úgyhogy Horváth Tamást érintette utoljára a labda. A dobás nem lett túl jó, Bőce a hosszú lábával. Találja a pörgetés a túloldalon Szabó Mátét. Kapura is ment, csak éppen erő nem volt benne, nem maradt elég ki. Csavarodott testhelyzetbe kellett ellőni a labdát, de ebben volt erő már. Kicsit vaktában lőtt el a kapu elől, Dömsödi, nem kellett volna így elkapkodnia. Na, a Pőce megint csak a hosszú lábaival okozott problémát. Megpróbálta megjátszani elől a játékos társat, László Attillát, de nem volt teljesen pontos. Igaz, mondjuk úgy tette, hogy nem is nagyon látta, hogy hol van, egy érzésre. Érzése nem volt rossz. Ha látta, hogy hol van, akkor nem volt jó. Szabó Máté mentette meg a labdát. Kezdik előről az építkezést a pirosak, Dömsödi. Vég. Szép helyzet volt. Szépen játszott támadás volt. Na, gyertek? Jöttök? Ez volt a kérdés. Úgy éreztem a szolgálat előtt, nem jöttek előrébb a piros mezesek. Ott a túloldalon Szabó Máté, és ott a gól, mert a hosszú oldalon a keresztbe lőtt labdára érkezett játékostárs. László Attila, és ezzel most már 2-0-ra vezet a Fortrans. Tizennyolcadik perc, 2-0 most már a pirosak javára az állás. Vég, nem a legjobb helyre, aztán javít egy labdaszerzéssel, és már dobja előre Lászlónak. Nem tudta becsapni a védőt. Hát igen, Kismár nagyon fontos az első gól, hogy kiszerzi, de talán még annál is fontosabb az, hogy kiszerzi a második gólt. És ezt most, vagy csak a pirosak lőték, úgyhogy 2-0 azért az már egy nyugtatóbb jellegű. László, Pőcétől kapta, László még mindig keresi a lövőhelyzetet, és a kapus ölében landol a labda. Veszélyesen játszik eddig László Attila, az hagyány lőtt egy gól, de azon kívül is jó lövései helyzetei vannak. Középre lőtt a Dömsödi, pedig ez is helyzet volt. Pőce nyúl bele, szöglet. Majd
Neszló Attilának és Novák Árpádhoz hasonlóan ez volt a második gólja a szezonban. Tehát eddig nem elsősorban az eddigi nagy gólvágók lövik a gólokat. A Ford Trans együttesében Szabó Ferenc az, aki eddig rúgott 5 gólt, illetve Pőce Szabolcs az, aki 4-et, de kettőnél tart Vég Tamás, hát most nem ők szállítják a gólokat, hanem az eddigi egy gólosok, Novák, illetve László. 5., illetve 18. perc, ekkor estek a gólok, és ezzel vezet 2-0-ra a Fortrans, amikor közeledik most már, sőt, nem is közeledik, elkezdődött, nyugodtan mondhatom, az első játékrész hajrája, hiszen most már 20. perc után járunk, szöglet lesz, végről ment ki. Szerelés igazítás után jöhet a sarokrúgás. Pőce fejeli ki, László. Védekernő nem lőtte jól fel a labdát, viszont most labdát szereznek a pirosak. Ugye egy-két csapat között egy pont volt a különbség itt a forduló előtt, a Fortrans javára. Úgy tekintünk el a 2-0-ra, mintha ez most egy végeredmény lenne, akkor bizony már is a különbség 4 pont. Tehát itt most ez a két gárda elszakadhat egymástól, de ez még lesz egy-két szava a sárgáknak. Szép védés volt egyébként közben. Vendektől. Csere a sárgáknál. Egy lövés a sárgáktól, nem nagyon játszanak. A Fehérvár spedesek egyelőre lőnek messziről, néha jól is lőnek, néha kaput is találnak, akkor Bindeknek kell védenie, de egyébként az ötletes támadó játékot hiányom sokkal szebb támadásokat épít fel egyelőre a Fortrans. Szép ez is. Vég a rövid sarok felé. Fogja a kapus. Szabók és horvátok meccsén egyelőre 2-0 a Fortransnak, ugye két szabó is ki, illetve 3 szabó és 3 horvát is itt van a meccsem. Nem sikerül szerelni, kéz gyanús volt. Az kezdezés gyanús volt. A lövés mellé. Szöglet. Gyanús volt az, hogy kezdezés volt az előbb, végül nem fújt a játékvezető. Van nagy reklamálás, nem is jött. Szabó Máté. Vég. Bizony hibáztak is a pirosak, itt biztatták a többiek. És nincs a hosszon érkező. Vég ki sem engedte. Dömsedi. Pőce kéri, el is felejtkezik róla mindenki, de kijött a kapujából Szabó. Ez pedig így már lövő helyzet is lehetne, de nem az. Vastagon az utolsó perc környékén járunk már, 2-0-ra vezet a Fortrans, amely egyelőre elégedetteben tekinthet a meccsre, hiszen az 5. percben megszerezték a vezetést Novák találatával, majd a 18. László is betalált, és ezzel egyelőre én azt mondom, hogy viszonylag magabiztosan vezetnek, még akkor is, hogyha követnek el azért néhány, nem akármilyen hibát itt az utóbbi percekben hátul. Sok az eladott labda. A szép Pőce
szerez labdát, aztán elcselezi magát, ahelyett, hogy kitenné, a hosszú oldalon pedig azonnal büntetnek a sárgák, így viszont izgalmas lesz majd a második félidő. Szelecki volt az, aki adta a gólpaszt és lőtte át keresztbe, és Orosz Attila volt az, aki belsőzte egészen közelről. A 25. percben 1-2-re alakul az állás. És ebben a pillanatban vége is az első félidőnek, a szünetben tehát 2-1 a Fort Francia vára. Egy gólos előnnyel várhatják a pirosmezesek a folytatást, a Fort Trans vezet tehát. És a sárgák kezdik a második félidőt. Nagyon jó pillanatban, még az első félidő utolsó másodperceiben sikerült szépíteniük. És ezért így még azért van esélyük. Persze 2-0-nál is lett volna esélyük, de így jóval nagyobb. És azért sokkal másabb úgy kezdeni a második félidőt, hogy lőttél egy gólt, mint úgy, hogy mondjuk nem. Ez most nagy bölcsesség volt felhívni a nézőink figyelmét, nagyon okos dolgokat osztott meg itt a kommentátor. Szóval arra akartam ezzel célozni, hogy egyébként nagyon fontos az, hogy úgy kezd egy fél időt, hogy sikerélménnyel fejezted be az előzőt, és nem pedig keserű szájízzel mész le, hogy na, 0-2, hanem úgy, hogy na, szépítettünk 1-2, egy gól kell az egálhoz. Persze ez még azért a Fortransnak is lesz egy-két szava, mint ahogy az 1-2 lesz egy-két szava majd a sárgáknak, a Fehérvár Sprednek is. Horváth Attila indítását lefülelve fordulnak most a pirosak, Novákot szerelik azonban. Hát ebből ennyit lehetett kihozni, amit Horváth 2 Attila tudott, az kihozott belőle. Nagyon közel volt már az ellenfél, nem volt nagyon hely hova passzolni, megoldotta, hogy legyen belőle egy dobás. Pőce, vég! Szabó? Szabó indul el, még mindig ott a labda. Aztán sikerül felszabadítani. Tenyerelte Szabó Lajos az első lövést. Az ismétlésnél pedig már túlságosan közel volt. Druszája Szabó Ferenc. Ezt nem lehet elérni. Túlságosan magas labda volt ez Tőkének. Szabó Ferenc. Ez most olvasták. Ú, de szép, ez így, az utolsó pillanatban odaértek. Pőce volt az, aki mentett, pedig ezt nagyon jól gurigázták ki. Volt még kint, bent tartották, és így egyedül maradott középen a sárgák támadója, aki a saját kipattanóját váltja gólra, és viszonylag gyorsan sikerül visszajönnie, úgymond a meccsbe. A sárgamezes csapatnak mindez tehát azt jelenti, hogy a második percben 2-2. Gondos vagyok a gólszerzővel. Szelecki volt az, aki betalált. Említettem, hogy Szelecki előkelő helyen áll a góllövő listán is, eddig 4 gólos volt, az volt az 5. találata, úgyhogy most már a 4 tagú a góllövő lista élmezőnye. 3 forduló, illetve 3 forduló is itt ez a meccs eddig eltelt része után. Na, persze a túlból Tóth Balázs 5 gólos, Szabó Ferenc, aki most is pályán van a Fort Transban, szintén 5 gólos, a Sárépszeres most ilyen Máté 5 góllal áll, Simon István persze túl 4 gól, Pőce Szabolcs most már szintén 5 gól a Fort Transból, és 4 gólos a Fejvás Ped, illetve Szelecki Béla Fejvás Pedből 5 gólos, és 4 gólos Pőce a Fort Transból, tehát e két csapatból azért elég szépen képviseltetik magukat a legjobb 6 gól lövő között. Ó, majdnem így lett jó végfejelt. És szöglet lett a bedobásból.
Pőce fölé. De még a három gólosokat elmondom, ők is hárman vannak, Bérez Zoltán ötszösből, Király Antal a Rigből, illetve Kovács Tibor, Dávid a Sárépszer Kft-ből. Az de jó lövés volt. Hát a Fejevásped bejelentkezett most már a három pontra egyértelműen 2-0 után, illetve 0-2 után az összemszögből sikerült egyenlíteniük. Novák akad el. Az még jó, jön ki a kapus, nem lehet mellette előni már. Az nagy bravúr. Pőcerre nem számított. Szeretkésvé volt az, aki szépen ellökdöste egymást a kapu elő terében. Fejvás Pedjuhet dobással majd 2-2-nél. Hát ez biztos, hogy nem lesz jó senkinek. Ez egyik Molinóban tett igen komoly kárt, azon kívül másra nem volt veszélyes, hát arra jó volt, hogy felmentek a csapatok. Bírós a kapujához, jaj, de jó volt az a kis pörgetés, ez a kis pici labda érintés becsapott mindenkit és eljutott a játékos társhoz, és hogy mennyire jó volt Dömsödi labda érintése, az mutatja a végeredmény. A második félidő 6. percében Szabó Ferenc góljával visszaveszi a vezetést a Fortrans. Elbírta ezek szerint a Fortrans ellenfele egyenlítését. Nem rögtek össze attól, hogy 0-2-ről 2-2 lett az állás, és most már Szabó Ferenc 6 góljával egyedül vezeti a góllövő listát. De persze ez még változhat, hiszen még a többiek is hozzászólnak majd valószínűleg ehhez ebben a fordulóban. Fortrans dobás következik. Pőce. Vég. Számítottak rá, most nehéz helyzetbe kerülhetnek a pirosak. Nincs létszámfölénye a sárga mezes csapatnak, de elpasszolják. Dömsödi hátra. Pőce. Vég Tamás helyére érkezik Szabó Máté. Az de jó labda lett volna, ha nincs a résen tőke, és nem hozza el. Így sem volt rossz, de végül nem lett belőle helyzet. Ó, mekkora egyenlítési lehetőség maradt ki, te jó ég, hát azt onnan nehezebb volt kihagyni, mint belőni. Orosz. Hát simán egyenlíthetett volna. Rá pöttyinti ellenfele lábára, Szabó Máté a labdát, kirúgás. Óriási helyzetet hagytak ki a sárgák. Nem volt ekkora helyzetük a két gólnál, mint ez. Szabó indul meg, és várná vissza. Ezt nem fogják megadni. Hm.
Na, csak meg lesz annak a labdának a helye. Novák. Ugye ő van ott, illetőleg Szabó Ferenc. Aztán Novák marad az, aki ott áll a labda mögött. Ott van még mellette Szabó is. Mellé nem találta el jó Szabó Máté. Cserél a sárgáknál, hármasal Német László érkezik. Egyelőre 3-2 a Fortransnak. A labda pedig kint van. Próbálkozhat a Fejvás Peda, amely ugye 0-2-ről kiegyenlített 2-2-re. Az de jó lehet mellé. Szóval kiegyenlítettek a sárgák, aztán itt a második fél időben, a 31. percben Szabó Ferenc góljával megint csak visszavette a vezetés a Fortrans, és ezt követően volt egy óriási egyenlítési lehetősége a Fehérvár Spednek, de nem tudtak a leélni, hát gyakorlatilag fél lépésre kellett volna bepasszolni, az üres kapuban nem jött össze, úgyhogy így egyelőre 3-2-es hátrányban vannak. Szabó Máté hozzáért a plafonhoz. Bindek. Megint egy egyenlítési lehetőség. Na, és ezt már nem rontja el Orosz. Az előbb is Szelecki volt az, aki lekészítette neki, most is. Csak akkor Orosz elrontotta, most ezt már nem hagyta ki. 3-3. Orosz most már a második gólját szerezte a meccsen. Három gólos, úgyhogy most nagyot ugrik a góllövő listán előre. Még egyszer volt eredményes a Fejvás Peda eddigi két meccsén, most egy meccsen kétszer. Szabó Lajos lopja a centiket, most támadja meg Szabó Ferenc. Horváth 2. Horváth 1. Magas volt, fölpattant, összeszedte Bindek. Nem tudta bent tartani már Horváth. Jó volt az induló csel, végtisztázott. Ez jó, Szelecki, csak nem jön senki, aki segítsen. Akinek lehetne készíteni azt a labdát. Szabadrúgás szeretett volna a Fejvás Peda, hát nem az lett. Végül hiába volt a nagy kiáltás, vártam, hogy most én látom rossz, hogy kirúgás, mert annyira oda mentek a sárgák, neki készültek, hogy akkor szabadrúgásra jönnek, de nem. Szabó Máté. Pőce. Ez jó, addig jó. Na, ez kiről ment ki? Novák lőtte rá. Szöglet. Ebbe belenyúlnak, vég. Ha
Még ott van a labda a mellé, Pőce. Ez is helyzet volt, Pőce hagyta ki. De nem tudom, majd fizete árat a Fortrans, azért mert elszórakozta a kettő gólos előnyét. Lehet, hogy nyernek így is a pirosok, benne van a pakliban, mint hogy benne van az is, hogy nyer a Fejjavás, pedig benne van az is, hogy X lesz. De hát ez kétségtelen tény, hogy ők voltak azért olyan helyzetben a meccsen, amely kecsegtetett egy győzelemmel. Na most kevésbé kecsegtet. Novák szeretett volna lefordulni, egy bedobást kiharcol. Sárgák hiába reklamál, közben már jön vége a hosszún, jön Pőce, nem találja el. Szabó szerzi vissza, rossz a passz. Sokszor bizony kapkodnak a csapatok, és ez rengeteg hibát szül. Mik azért szült 3, illetve 6 gólt is eddig, hál' Istennek a meccs. Ami ezt a fordulót illeti, Alba Csavar, Sárépszer Kft., Masterplast Pasa Kebab, Dávid Kis Kft., Döcös Bojron Homeopátia és Ring BNP, Bádogos Gréko Petrol meccseket rendeznek még ebben a fordulóban. Hát például az első helyzet Döcös játszik a harmadik Bojronnal, mindenképpen érdekes meccsnek ígérkezik. És a Petropul lesz a szabadnapos ezen a héten. A másodikak. Ez persze Pool, egész pontosan elnézést. Azt mondtam a csapat nevét. Két tagú a sorfal, nézzük a pályán, mi történik. Nem, 3 tagú lesz a sorfal, a kapus is kikandikál onnan. Ebből mit játszanak meg végül? Ellövik egyből bele a sorfalban, hát ez várható volt. Most azért sok fantázia nem volt ebben a szabadrúgásban. Vég. Pőce. Róla megy ki. Tizenhat perc telt el a második fél időből, 3-3, fogy az idejük a csapatoknak. Szabó. És kiemelik a sárgák, kapura is bent. Hoppá, az viszont nem. Az vissza fog jönni, vissza is jött onnan. Egyelőre 3-3, a második, fél idő 17. percében. Nincs döntés, kíváncsi vagyok, lesz-e egyáltalán döntés majd a meccs végén. Nováknak szerette volna pörgetni Szabó Ferenc, aztán Novák szabálytalankodik. A keresztpassz, megvan még, meg lehet menteni, meg is mentik. Abba viszont elhagyja a játékteret. Horváth 2. Szabó indul meg nagyon határozottan, jön mellette Pőce, na ebből helyzet is lehet, Pőce, belelépnek. Túlságosan körülményes volt a labdaátvétel, vissza tudtak zárni a sárgák. Na, kit választ végül Szabó Ferenc, a csapat vezető, csapatkapitány.
Pőcét kereste, aki vissza is tudja passzolni, csak már nagyon közel van ott a védő. Fogy az idejük rendesen a csapatoknak, 6 perc, ha hinni lehet az órának. Már pedig elméletileg lehet hinni. Vég. Fortransnak volt már egy döntetlenje a legutóbbi körben. Novák nem tud befordulni. 3-2-ben jönnek most a sárgák. Sarokkal szép, csak éppen nem volt pontos. Horváth Tamás próbálkozott meg egy szépségdíjas megoldással. Tőke. Horváth 2. Hát ez nem volt jó, maradjunk ennyiben. Végindul el. Vissza Szabó Máténak, azt meg is lehet lőni, meg is lövi Szabó Máté. Nagyon kevés elment mellé. A szép labdaszerzés, szép szerelés volt Pőcétől. Belépett mögé az általa szerelt Horváth Tamás, hogy oda visszavették el egymástól a labdát. Horváth Tamás megint. Horváth Tamás. Az érdekes, egy vetődés volt. Novák még bent tartja. Szabó. Az jó lehet, Szabó Ferenc, még egyel tovább. Húha, ennyire azért nem volt rossz levő helyzet, hogy jelöv is jöjjön ki belőle. Egyet Novák közben a Fortransnál, és visszajött az egyik gólszerzője, László Attila, aki még a 18. percben 2-0-nál volt. Eredményes. Négy perc a meccsből. Most már egyre kevésbé lehet majd hibázni. Hiszen azonnal büntet az ellenfél. És egyre kevesebb idő marad a válaszra. Na, érdekes szitu lenne megnézni, hogy mi van akkor, most valamelyik csapat lő egy gólt. A másik mit tud kezdeni majd akkor. Végindul meg. És lemarad lóra. László marad. 3-3. A sarkozás nem jött be. Nagyon higgadtan csinálta a Szabó, aztán nagyon kellett a blokk viszont utána. Urosz Attila volt az, aki elpöckölte. Pőce. Vég. Vég lopja a távolságot, belenyúlnak, dobás lesz. 3-3 továbbra is, 23. perc. Még kevés van hátra. Alig több, mint 2 perc a meccsből. Ez a szabályság határa egy súrló bedobás volt. Na lesz-e valamelyik csapatban annyi, hogy rúgjon egy győztes gólt? Vagy egál lesz? A Fejvárs pedig első, Fortrans második döntetlenjét játsza, megint csak közel járt László ahhoz, hogy gólt szerezzen, most sem jött össze, viszont még marad a pirosaknál. A Fortransnak nagyon kéne siker, hogy ott legyen esélye arra, hogy a forduló után dobogós legyen. De nincs bent. Egy fejes,
Az a kapusé. Úgy érzem, egy picit több erő van a Fortransban. Most az elmúlt percekben ők azok, akik többet támadnak. Ott van még László. Egy pillanatra meglepődött, hogy került oda. Nem, ez mehet tovább, ezt nem fogják lefújni. A lövés fölé. Szöglet, a kapusé lesz. Hiába reklamál Horváth Tamás. Nem adják meg a szögletet a játékvezetők. Vég. Az egyértelmű messzhúzás, a két tízes akaszkodott össze, Vég Tamás volt szabálytalan. Tőke Roberttel szemben jött a szabadrúgás. És eddig tartott a meccs, mindez tehát azt jelenti, hogy 3-3 megint döntetlen a Fortransnál azok után, hogy vezetett 2-0-ra. Én azt mondom, hogy nagy lehetőséget szalasztott el, viszont minden dicséretet megérde a Fejérvárs Pet, hogy onnan felállt. 1-1 pont jut át mind a két csapatnak. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A kispályás labdarúgó mérkőzés közvetítését a Master Plus támogatta.